Sziasztok! Ebben a videóban beszéljünk egy kicsit. Csaló étkezésekről. A csaló napokról, csaló étkezésekről érintőlegesen elég sokat beszéltünk már itt a csatornán, sőt, hogyha esetleg követtek Instagramon, akkor tudjátok, hogy a saját étrendemben, saját diétámban is megvan a szent helye ezeknek az étkezéseknek, fogásoknak, alkalmaknak. Ebben a videóban megbeszéljük, hogy miért nem túl kifizetődő, hogyha csalásként fogjuk fel és így közelítjük meg ezeket a félreajánlásokat. Tulajdonképpen miért vagy hogyan lehet hasznos az úgynevezett csalónapos rendszer, de nevezzük inkább refeed rendszernek, hogyan tudja támogatni a diétánkat, hogyan lesz akár jobbak az eredményeink a diéta során, hogyha alkalmazzuk ezt a módszert, hogyan lesz ez az egész kihatással az edzés során a teljesítményünkre, hogyan lehet egy egészségesebb kapcsolatot kialakítani az étellel a diétánk során, és hogyan lesz az étrendünk ezáltal hatékonyabb és sokkal hosszabb távon tartható, és egyáltalán hogyan csinálhatjuk jól, és hogyan csinálhatjuk rosszul a csalónapos rendszert. Mielőtt belásnánk magunkat a témába, szeretnék megosztani veletek egy szuper hírt, ugyanis tovább folytatjuk az együttműködést az Under Armour-ral. Március 11 és 17-e között, tehát holnap fogunk startolni, holnap éjfélkor, vagy tulajdonképpen ma éjfélkor. Tehát ebben az időintervallumban 25%-os kedvezmény fog élni számotokra a Zoárt 25 kuponkóddal, és ami nagyon fontos, hogy a legutóbbi alkalommal ellentétben ezúttal a kuponkód a Project Rock kollekcióra is érvényes lesz. Hát nézzetek szét az oldalon, nekem hasonlóan eufórikus élmény volt, mint a TikTokon, görgetés, egyszerűen nem tudtam abba hagyni. Nagyon király új kollekciós cuccokkal, főleg cipőkkel jött ki ezúttal is az Under Armour, úgyhogy szemezgessetek és használjátok a kuponkódot egészséggel. A téma kifejtését egy rövidke kitérővel indítanám néhány mondatban a táplálkozással való kapcsolatunkról. Bagatell dolognak hangzik talán, hogy jaj, hát ott van az étel, azért van, hogy éjjél, és akkor edd meg, essen jól, aztán csókolom, de ez egy eléggé összetett téma is, főleg a közösségi média uralta világban, és főleg fitnessesként vagy testépítőként nehéz megtalálni a balanszot, hogy jól működjön az étkezés, az étrend, a diéta az életvitelünkben. Mondok példákat, hogyha például belekezdünk az edzésbe, konditermi edzés, teljesen mindegy, lehet crossfit. Automatikusan azt hihetjük, hogy mostantól akármennyit ehetünk, miközben egyébként egy-egy ilyen edzés maximum, nem tudom, 4-500 kalóriát tud elégetni. Emellett egy jó szaftos, dupla békönös, dupla húspogácsás burger pedig akár egy ilyen 2000-2500 kalóriára is rúghat. Vagy mondjuk, hogyha több éves kitartó edzésmunka után abba hagyjuk a sportot, a testmozgást, mert mondjuk, nem tudom, szülők leszünk, költözünk, munkahelyváltás, teljesen mindegy. Viszont a szervezetünk ragaszkodni fog ahhoz a kalória mennyiséghez, amihez korábban hozzászokott, amikor ugye egy magasabb kalória felhasználással szuperáltunk minden nap, és ez elég könnyedén elhízáshoz fog vezetni. Egy újabb kézenfekvő példa a fitnesseseknél a szélsőséges táplálkozási rutin folytatása. Ez lehet negatív vagy pozitív irányba, tehát például azt gondoljuk, hogy mi nem ehetünk szénhidrátot, ezért kiéheztetjük magunkat. Én egyébként csináltam ezt egyetem első éveiben, amikor felköltöztem Budapestre. Nem rendeltem kaját, nem mentem el étterembe, a barátaimmal sem. Nagyon visszaszorítottam a szénhidrátot, korpás kekszen és teljes kiörlésű pirítósokon éltem tulajdonképpen. Romszáraz voltam, az igaz, viszont izom az nem volt annyira túl sok rajtam, még hogyha úgy is láttam magamat, hogy izmos vagyok. Hogyha pedig véletlenül megettem egy olyan ételt, egy megterhelőbb kaját mondjuk egy családi eseményen, amihez nem voltam hozzászokva, mivel az enzimkészletem az lenullázódott, és nem tudtam megemészteni ezeket a kajákat, zsíros, olajos ételeket, akkor akár napokig olyan rosszul voltam, hogy ilyen kerekre felpuffadhassa, rohangáltam a WC-re. Másik oldal is működik természetesen, a tömegnövelésre hivatkozva végtelenül zabálunk gyakorlatilag bármit, és a végén azon kapjuk magunkat, hogy a táplálkozási szokásaink azok sokkal kevésbé egészségtudatosak, mint egy átlagos embernek. Na és itt jön képbe az úgynevezett csalónap, vagy csaló étkezés, aminek ugye az lenne a rendeltetése, hogyha te követsz egy étrendet, egy szigorú, viszonylag szigorú diétát, de nem muszáj, hogy szigorú legyen egy olyan étkezés,
vagy egy olyan nap, amikor elengedheted ezeket a korlátokat, valami mást eszel, valami olyat eszel, amit tényleg igazán kívánsz, ez jellemzően leginkább valamilyen szemét kaja vagy gyors kaja, amit egyébként a többi napon vagy többi alkalommal nem fogyasztanál. Írjátok meg kommentben, hogy mi a ti kedvenc, úgymond csaló kajátok, nagyon kíváncsi vagyok. A kommentelők között ezúttal is sorsolni fogok egy 8 hetes étrend, illetve egy sportolik receptgyűjtemény talál majd gazdára. Természetesen, ahogyan ezt a jelenséget a sztárok, közszereplők is felkarolták és elkezdték a saját szócsövükön keresztül hirdetni, ugye egyre népszerűbbé vált a csalónapos rendszer megoldás, viszont az a baj, hogy nagyon kevesen vannak tisztában azzal, hogy ez hogyan kéne jól csinálni, mert hogyha rosszul csinálod, akár a teljes munkádat semmisé teheted, és lerombolhatod annak a maradék 5-6 napnak az adott héten annak az eredményét, amit ugye nem kiáltották ki csalónapnak, és amint precíz diétát végeztél. Ugye említettem azt, hogy nem kifizetődő az, hogyha csalásként fogjuk fel ezeket az étkezéseket, ezeket az alkalmakat, ilyenkor alapvetően egy tiltást, tilos, illegális dolgot állítunk magunk elé, és amikor belehelyezkedünk ebbe a szerepkörbe, hogy mi most csalunk, meg mi most valami tiltott dolgot csinálunk, akkor sokkal nehezebb megtalálni a kontrollt és a helyes utat, a helyes irányt ebben a módszerben. Már sokkal jobb az irány, hogyha azt mondjuk, hogy egy csalás vagy tiltott dolog helyett egy energia visszatöltő, egy feltöltő napot vagy étkezést iktatunk be, ezt nevezzük angolul refeednek. Na most ennek az egésznek a téves értelmezése egyértelműen az, hogy van egy hét, amikor egy vagy két napon azt és annyit eszünk, amennyit csak akarunk. Pláne téves ez akkor, hogyha amúgy egy nagyon szigorú és kvázi önsanyargató diétát végzünk, mert ilyenkor ebbe az egy vagy két napba olyan étvágyjal és olyan súvárgással fogunk belelépni, hogy gyakorlatilag senki nem fog tudni leállítani minket az abálással, és ahogy említettem, tönkre vágjuk az addigi elért eredményeket és az addig befektetett munkát. Nézzük, hogy mi a refeed tényleges haszna és értelme. Most induljunk ki abból, hogy mondjuk fogyni akarsz. Tegyük fel, hogy van egy étrended, vagy kiszámoltad, teljesen mindegy, hogy neked ahhoz, hogy kalóriadeficitben legyél, és ez egyébként hosszú távon tartható legyen, és megfelelő mértékben és tempóban történjen meg a testösszetétel változás, ehhez neked 2500 kalóriát kell bevinned minden nap. Csinálhatod azt, hogy mind a hét napján 2500 kalóriát fogyasztasz el, nagyjából ugyanazokból az ételekből, forrásokból, és nem változtat semmit a diétádban. A refeed módszer lényege, hogy van egy vagy kettő olyan nap a héten, én inkább az egyet javasolnám, aminek van egy kiugró kalória értéke. A példánál maradva, mondjuk te a hét napjából 6-szor 2200 kalóriát juttatsz be a 2500 helyett, így az utolsó napra 4300 kalóriád marad. Ugye a 2500 kalóriával nem tudsz annyira vakmerően gazdálkodni, mert mondjuk itt a hamburgeres példából kiindulva elég hamar ki lehet ezt maxolni, míg mondjuk egy 4300-as kalóriába már elég sok minden belefér. Vonatkozó kutatások azt mutatják, fontos, hogy fitnessesek a kontrollcsoport, tehát rendszeresen végeztek súlyzós edzés vagy hasonló testmozgást, illetve többé-kevésbé precíz diétát folytattak. Azok, akik alkalmazták a refeed módszert, tehát hogy volt egy ilyen kiugró kalóriás napuk, úgyhogy egyébként heti viszonylatban megmaradt a kalóriabevitel célérték, az ő diétájuk mind az izommegtartás, mind pedig az anyagcsere működés szempontjából hatékonyabbnak bizonyult, sőt, több esetben azt tapasztalták, hogy a zsírégetés terén is jobb eredményeket könyveltek el. Ennek vannak pszichés, illetve fiziológiás okai is. A pszichés ok kézenfekvő módon az lesz, hogy így sokkal változatosabb, élvezetesebb lesz a diétád, amit hosszabb távon fogsz tudni eredményesen tartani. Ugye minden héten ott lesz a diétának az a tetőfoka, ami egy kellemes visszacsatolást fog jelenteni mind a lelkednek, mind pedig a szervezetednek. Ezzel kapcsolatban is végeztek amúgy egy csomó kutatást, amik egyértelműen megmutatták azt, hogy azok, akik egy hasonló étrendet követtek, sokkal kitartóbbak voltak és hosszabb távon követték az adott diétát, mint akiknek monoton módon minden egyes nap, minden héten, akár hónapokig ugyanazt az ételt és ugyanazt a mennyiséget kellett elfogyasztani. Ezt a megközelítést egyébként előszeretettel alkalmazzuk mi is az online coaching során. Nekem meggyőződésem az, hogy egy diéta még akkor is, hogyha ez egy céltudatos étkezési rutin, nem szabad, hogy az önsanyargatásról és a szenvedésről szóljon, mert itt valahol mégiscsak a célhoz vezető út lesz az értékes, mert ez egy sokkal hosszabb időintervallum ahhoz a pici pillanathoz képest, amikor megérkezel, bár itt is lehetne boncolgatni azt, hogy egyébként létezik-e egyáltalán ez a pont, mindegy. Nézzük a fiziológiás hátterét a dolognak, nem fogsz annyira éhezni, nem lesz olyan magas az éhségérzeted, mint egyébként egy ilyen lapos, teljesen egysikú diéta esetén. A nasolás, édességek, sósnasik, teljesen mindegy,
mindegy iránti sóvárgás is csökkenhet, és például nagyobb energiád is lehet az edzéshez, hogyha úgy időzíted ezt a refeedet, hogy az mondjuk egy magasabb intenzitású vagy számodra megterhelőbb edzésnapot támogat. Egy nagyon megszorított, túlságosan szigorú diétában az történik, hogy csökken a leptin hormon szintje és nő a grelin hormonnak a szintje, az étvágyad nőni fog, az energia szintet csökken, ezáltal kevesebbet is fogsz mozogni, tehát kevesebb kalóriát is égetsz el, és összességében ez egy olyan irányba vezet, ami nem lesz kifizetődő a céljaid szempontjából. Ez az egész egyébként nem csak a fogyást célzó étrendre, de ugyanúgy egy stagnáló vagy tömegnövelő étrend mellett is funkcionálhat, nyilván máshogy kell belőni a számokat, de tulajdonképpen a szabályrendszer egy és ugyanaz. Tehát nézzük meg, hogy hogyan csinálhatod jól a csalást vagy refeedet. A kulcs mozzanat itt az lesz, hogy ezt a napot vagy ezt az étkezést is belekalibrálod a heti étkezésedbe, étrend rutinodba, tehát azt a kalória célkitűzést, amit alapvetően meghatároztál magadnak, vagy az edződ meghatározott, vagy dietetikus, teljesen mindegy, az így is tartani fogod. Ezáltal korlátok és keretek között ugyan, de teljesen nyugodt szívvel fogyaszthatod el az adott étkezéseket, mert pontosan tudod, hogy ez bele van tervezve a diétádba. Szintén rossz út, hogyha egy túlságosan szigorú diétát követsz, ami olyan szintű önsanyargatással jár, hogy amikor egy icipici kis kontrollvesztést tapasztalsz, rögtön beszabadulsz a hűtőszekrénybe vagy a spájzba, és mindent bezabálsz, befalsz, ami eléd kerül. Egy olyan diétát érdemes folytatni, ami hosszabb távon is tartható, kiegyensúlyozott, élvezetes és emellett hatékony. Szintén hasznos tanács lehet, hogy a refeed során a szénhidrátot részesítsd előnyben a zsírral szemben. Egyrészt a zsír gramjában ugye 9 kalória található, ezzel szemben a szénhidrátnál ez 4,1 kalóriát jelent grammonként, tehát szénhidrátból többet vihetsz be az adott kalória értékhatáron belül. A zsírnak az emésztéséhez kevesebb energia szükséges, tehát itt is tudsz egy picit nyerni az energiafelhasználás kapcsán. Emellett a szénhidrát a leptin, illetve a glikogén szempontjából is előnyösebb. Szintén fontos, hogy ezeken a napokon is mindenképpen tartsd a kitűzött fehérje beviteli értéket, egyrészt a fehérje csökkenteni fogja az étvágyat, másrészt pedig így el tudod ugye kerülni mondjuk egy fogyás célzó diéta során az izomvesztést, de tudjuk, hogy mire való a fehérje, tehát nem csak a fogyás esetén. Ott egy picit magasabb arányban szükséges bevinni a testsúlyhoz viszonyítva, tömegelésnél lehet egy picit alacsonyabb a beviteli érték, az a lényeg, hogy a fehérjét az mindenképpen érdemes tartanod. Végezetül kettő tévhitre vagy tipikus hibára is felhívnám a figyelmet. Az egyik az, hogy talán gyakran hallhatjátok, hogy ugye ezek a csalások, vagy ezek a félrekajálások felpörgetik az anyagcserét, és emiatt hasznosak. Számoljátok meg már, hogy hányszor mutattam idézőjét. Komolyan, aki leírja a kommentben, elsőként választott egyet az e-bookjaink közül. Szóval visszakanyarodva, hogyha te bezabálsz mindenféle szennykaját, és utána egész nap járkálsz a WC-re, vagy akár még másnap is, az nem azt jelenti, hogy te most jól megtámogattad a diétát azáltal, hogy felpörgetted az anyagcserédet, hanem egész egyszerűen elcsaptad a gyomrodat, tehát emiatt nem érdemes ezt a megoldást választani. A másik dologról pedig érintőlegesen beszéltünk már, a tömegelés során a féktelen zabálás, ez pedig nagyon könnyen tud oda vezetni, hogyha teljes kontroll nélkül történik. A jojó effektust fogjuk megtapasztalni, ami azt jelenti, hogy hiába zabálunk, aztán koplalunk, zabálunk, koplalunk, mivel nincs egy megfelelő rendszer, nincs egyfajta kontroll az egész fölött, egy helyben fogunk akár évekig taposni és járkálni, mert nem tervszerű az, amit csinálunk. Ez amellett, hogy nyilván esztétikailag sem fog jó eredményre vezetni, a szervezet számára is rendkívül megterhelő, úgyhogy ne essetek bele abba a hibába. Nem gondolom, hogy mindenkinek minden nap kalóriára pontosan és gramra pontosan számon kéne tartania azt, hogy mit eszik és mit fogyaszt el. Az ilyen kalória számláló applikációkkal is megvannak a fenntartásaim, de ez egy másik videónak a témája. De hogyha egyfajta keretrendszer tudunk felépíteni az étkezési rutinunk köré, pláne hogyha célunk van azzal fogyás, szálkásítás, izomtömegnövelés vagy akár stagnálás, az egy nagyon hasznos dolog lesz, és nagyon sokat fog segíteni nekünk abban, hogy az étkezéssel való kapcsolatunk is megfelelő lehessen, és ne égjünk ki ebben az egészben, sem az edzés, sem a táplálkozás részében. Azt pedig átlag emberként, tehát nem testépítő versenyzőként, vagy bármilyen élsportolóként megint csak nem tartom egy jó megközelítésnek, hogy mindent félredobunk, minden olyan ételt, amit igazán szeretünk, a kedvencünket, a mama főztjét, a nyári bográcsozást, vagy a nyári grillezést, amiatt, mert nekünk követnünk kell egy teljesen egysikú és monoton étrendet. Abban, hogy ezt elkerüljük, a refeed egy nagyon jó segítség lehet, viszont megfelelően kell csinálni és a helyén kell kezelni. Köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy hasznosnak találtátok, hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel.
a csatornánkra. Ne felejtsétek el, hogy a Zoárt 25 kóddal március 11 és 17-e között az Under Armour webshopjában 25%-os kedvezménnyel tudtok vásárolni, érvényes ez a kuponkód a Project Rock kollekcióra is. Hogyha személyre szabott edzéstervet vagy étrendet szeretnétek rendelni, akkor látogassatok el a sportolik.hu-ra, és itt is van egy kuponkódunk jelenleg, a Keep Going 2024, ezzel pedig 20% kedvezményt kaptok az edzéstervek, étrendek vagy komplett csomagok árából. Köszi szépen még egyszer a figyelmet, és tudjátok, hamarosan találkozunk a következő videóban. Sziasztok!